Korszerű egyetem a modern városban, értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben. Ezzel a címmel futott az a pályázat a Pécsi Egyetemen, amelynek egyik célja az egyetemi hallgatók megtartása volt. Természetes a lemorzsolódás, én úgy gondolom, hogy minden felsőoktatási intézményben, de szeretnénk azt, hogyha ezek kizárólag tanulmányi okokra lennének visszavezethetők, és egyéb okokat lehetőség szerint ki tudnánk küszöbölni. A tanulmányi lemorzsolódást is tudnánk csökkenteni abban a tekintetben, hogy a beérkező hallgatók több segítséget kapnak, például nulladik évfolyam vagy alapvető tárgyakból történő felkészítés tekintetében. De fontos a nemzetközi esítés is, ami nem csak a külföldi hallgatók létszámának növelését, hanem a külföldi oktatók foglalkoztatását is jelenti, mondta az intézmény vezetője. A pályázatban több területen is fejleszteni tudtak az oktatási környezetben, mondta az egyetem kancellárja. Több mint 500 millió forint értékben sikerült informatikai eszközfejlesztést megvalósítanunk, hogy több mint 3000 egyetemi polgár került bevonásra a programba, hogy több mint 800-an kaphattak belőle ösztöndíjat, és bizony 50 vállalati szakember, vállalatvezető is bevonásra került, megismerhettük az ő tapasztalataikat, illetve ők is megismerhették az egyetembe rejlő potenciált, lehetőséget. Így a képzéseiket is modernizálhatták, a piaci elvárásoknak megfelelően alakíthatták. Cél volt még többek között a műszaki területen a női szakemberek számának növelése. Itt egy 6%-os emelkedést értek el, mondta Decsi István. A most zárult pályázatot az elmúlt 5 évben valósították meg. Erre 3,4 milliárd forintos EU-s forrást költhettek vissza nem térítendő támogatásból.